Köszöntöm kedves nézőinket! Ma a vendégem a nemzet sportolója, minden idők legnagyobb öttusázója, Balczó András. Jól mondtam a bevezetőben, hogy minden idők legnagyobb öttusázója? Milyen érzés erre gondolni? Azt tudom, hogy kényesen kell gazdálkodnom ezzel a helyzettel. Olyan helyzetben vagyok, ahol lehet nagyon sok hibát elkövetni. És hogy tulajdonképpen ez a dolgom, hogy ha beszélek, ha a kérdésre válaszolok, hogy csak csalódást ne okozzak, más igényem nincsen. Sokan tekintik Önt példaképüknek. A saját életében kik voltak a példaképei? Nekem olyan példaképeim voltak, akik nálamnál jobb versenyzők voltak. És a Briftasnimba a legyőzendő ellenfeleknek a képe volt benne. Voltak ilyen versenyzők. Egy szovjet, a Novikovnak arról is volt kép. Más emberek is, három ember volt ott, akit le kellett előzni. És gyerekkorában, a családjában ki volt az a minta, akire úgy felnézett, amikor még kisfiú volt, és még nem kezdett el sportolni? Milyen családban nőtt föl? Igen. Hát édesapám volt a nagy fő tekintély, természetes. Apuka szigorú ember volt. Azt hiszem, hogy csak hasznom származott belőle. Többen voltak testvérek? Négyen voltunk testvérek, igen. Akkor a nagy család öröme az már gyerekkorában is megvolt. Igen. Más világ volt nagyon. Apukának 560 forint úgynevezett kongruája volt, ami az állam részéről az egyháznak adott havi fizetés. Tehát 560 forintból kellett a négy gyermekét eltartani a édesapámnak. De mi nem tudtunk semmit a szegénységünkről. Az a mindenki szegény volt. Minden papnak az élete az nyomorúságos volt. Ha a fizikai oldalát nézzük, szellemi szempontból pedig semmiféle hátrány nem származott ebből a nélkülözésből. Igen, ő evangélikus lelkész volt. Igen. Igen. És gondolom, hogy az imádság az jelen volt a család életében. Igen, igen, imádságot. De mi gyerekek úgy nehezebben lódultunk bele ebbe. Amikor kirepültünk úgymond a fészekből, akkor vált inkább ez gyakorlattá. Mondhatni is, hogy reflexé. Hogyha valami miatt nem adott volna a Jóisten annyi adottságot a sportoláshoz, akkor milyen foglalkozást választott volna szívesen? Nem volt versenytársa vagy ellenfele a számomra az öttusának. Nem tudom, hogy miért akadtam annyira, mert azt tudtam, hogy ha egyszer egy világbajnokságot fogok nyerni öttusába, életem végéig olyan boldog leszek, hogy azt tőlem soha senki el nem veheti. De érdekes, ez egy 16 éves, 17 éves gyereknél beakadt ez az öttusa nekem. És 18 éves koromban szinte menekültem, kicsit az apai szigor elől is, be fel Pestre, ahol akkor egyedül ott volt lehetőség öttusázni. És ott nagyon, nagyon gyorsan mentem felfelé a ranglistán. És valóban bekövetkezett az a végtelen öröm, amikor ott állt a dobogó legfelső fokán, és a magyar himnuszt játszották? Nem, soha. Érdekes.
Érdekes. De akkor az milyen érzés volt? Mondjam azt, hogy amikor volt egy versenyző, Igor Novikovnak hívták, orosz, szovjet versenyző, 4 világbajnokságot nyert. És én 5 világbajnokságot nyertem, tehát egyet többet, mint ő. És amikor az 5. megnyertem, úgy jól el voltam, mint a befőtt, de az a maradéktalan és teljes boldogság, amit reméltem én egy világbajnokság megnyerésétől, az 5 után sem volt sehol. Ez nagyon érdekes, hogy így, tehát rájöttem arra, hogy a kutya nem itt van elásva. Tehát nem a siker adja a teljes és maradéktalan boldogságot. Volt Münchenben egy olimpia 1972-ben, azt már megnyertem, de vagy még megnyertem, de valahogy az volt bennem, hogy ezt az olimpiát nem nyerem meg, akkor már több lehetőségem nincsen kísérletet tenni. És ez a kényszer, belső kényszer volt bennem. És egy idő után éreztem egy versenyszám közben, a vívás közben, amit 12 óra, 14 óra volt, éreztem, hogy nagyon nagy elvárás szakad rám. Otthonról nagyon sokan figyelnek, a tévében néznek, és úgy éreztem, hogy sok embernek a boldogsága, ha csak fél órára is, de az én kezemben van. És ez feszülté tett engem. Nagy volt a veszíteni való. Mindig, ahol nagy a tét, akkor jönnek ki az emberből az ismeretlen tulajdonságok. És én ettől a görcsöléstől, hogy nekik az én kezemben emberek vannak, a boldogsága van, görcsösített, és amit egyébként jól tudtam vívni, az nem ment. Adták a találatot, és kaptam a találatot. És egy idő után beláttam, hogy nem tudom megnyerni az olimpiát, és a teljes és maradéktalan boldogságból nem lesz részem. De aztán éreztem, hogy ezzel nem tudok változtatni. Be kellett látnom, hogy nem megy. És ez volt az életem fordulópontja, nem csak a versenynek a fordulópontja. Megérkezett a belátás. Nem, és azt jött a gondot, ha nem, hát nem, megértettem, nem megy. És amikor ez a megértettem, ez a belátás megérkezett, valami érthetetlen derű szakadt rám, valami kellem, néztem körül, embereket láttam, valami derű, érthetetlen derű jött. És ez elkezdtem csak adni a találatot, és nem kapni a találatot. Valami derű, az alkalmasság állapotába kerültem. És valami érthetetlen az emberek iránti szeretetnek egy furcsa mennyisége szakadt rám, vagy jött rám. És tudtam, hogy ez az az állapot, amit mindig kerestem. Ez a megszabadultság, ez a teljesség. Ez döbbenetes volt, hogy nem is tudom, mihez hasonlítani ezt az állapotot. Talán a szerelem állapotához lehet hasonlítani. És minden nagyon ment, és eltöltött valami nagyon nagy, valami szeretett félre, azt lehet mondani. És akkor már az sem lett volna nagyon nagy baj, ha nem nyeri meg. Igen, és az így is volt. Egyszerűen, hogy adom a találatot, vagy nem adom a találatot, immáron nem érdekelt. Megértettem, uram, ha nem akarod, hát ne. És amikor ez lett, hogy megértettem, uram, abban a pillanatban minden menni kezdett. És csak azt tudom, hogy
akkor lépett közbe, amikor az a gőg, hogy nekem az olimpia arany jár, az kiment belőlem, jött helyére ez az állapot, amire mindig is vágyakoztam, de nem tudtam, hogy milyen az. És amikor ebbe az állapotba kerültettem, éreztem, megérkeztem. Mindig ezt az állapotot kerestem. És most itt van szeretet, valami értetetlen fokú szeretet az emberek iránt, azt töltött el. Ez a mondat, hogy igen, értem, Uram, ez azt jelenti, hogy párbeszédben volt az Istennel. Ez mikor kezdődött, amikor az imái ilyen személyes párbeszéddé váltak? Hát nekem sokszor szakadt rám hasonló, de ilyen mérvű, mint a Müncheni olimpián, nem volt részem ilyen megvilágosodásba, vagy megérkezésbe. Csak áldom az Istent, hogy ez így alakult. De és akkor küldte el, amikor a büszkeségnek a szikrája kipusztult. Tehát mikor rájöttem, hogy nekem nem jogos követelésem az Istennel szemben, az aranyérem. Nem. És ez van a Szentírásban erre való utalás. Azt mondja, az ember, ha gazdag is, és nincs benne belátás, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár. És ez a belátás megérkezett, és kikerültem abból a sorból, ahol pusztulás várt volna rám. Amikor nehézségek érték, vagy egy-egy verseny nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, akkor panaszkodott az Istennek? Voltak olyan imádságai, amiben inkább perlekedett az Istennel? Bármennyire hihetetlen, verseny eredményért soha nem imádkoztam. Furcsa dolog, de úgy éreztem, hát nevet nem kell, úgy éreztem, hogy jogosultan előnyhöz jutok valami tiltott doppinghoz. És én versenyeredményre soha nem imádkoztam. Az Isten ettől függet, vagy enélkül is megadta az aranyakat. Mi volt az, ami a, végül is a legnagyobb öröm az életében? Tehát azt már tudjuk, hogy nem a dobogó tetején állás. Az a pillanat, hogy el tudta engedni, azt értem, hogy egy ilyen kegyelmi pillanat volt, de azóta az életében mi az, ami az igazi öröm forrása? Az esetek vannak, amikor nyilvánvaló volt számomra, hogy a Szentlélek beavatkozott, az alkalmasság állapotába emelt. Minden nagyon régen volt. A tahiti katolikus pap hívott telefonon, hogy menjek a templomnak a gyülekezeti termébe, lesz egy keresztény témájú kiállítás, menjek és nyissam meg. És azt mondtam, hogy plébános úr, de ne haragudjon, én nem vagyok művészettörténész. Hát én, ne haragudjon, de hát én nem vállalhatom el. Azt mondta, Balcó, hogy hallottam egy beszédét, van, hogy jöjjön, és nyissa meg azért. De mondtam, plébános úr, nem merek neki menni, csak égnék ottan a makogásommal, nem. Jöjjön, Balcó, igen, nem. Mondtam, jó, elmegyek. Feladtam, és akkor, amikor kiderült, hogy nem kellett volna, mégis időben mentem a kiállítás megnyitására, és csak vertem a fejem a falban, miért fogadtam el? Hát lehetetlenség, hogy én ottan maradandót tudjak mondani. És az egy nagyon szép délután volt,
gyepes területen székek kirakva, és jöttek a művészurak, akik a kiállításra a műtárgyaikat kitették. És ezek az alkotók jöttek, és néztem, hogy ezek az emberek jönnek, és én nem, nekem ezek előtt az emberek előtt kell megnyitót mondani. Hát egy szapszemet nem lehet volna elhelyezni se a fülembe, se a borzasztó kétségbeesés volt, hogy ez égés lesz, égés lesz. És aztán jött a megnyitó, az volt, hogy egy zenekar, egy családi zenekar, gyönyörű Vivaldi zenét játszott, és engem a legelső sorba ültettek, és a műzettörténésznő az már mögöttem volt, és ha hallgattam ezt a zenét, a kétségbeesés már nagyon rajtam volt, és egyszer csak jött valahonnan egy komplett mondat, amit soha nem hallottam, soha nem gondoltam ezzel. Egy komplett mondat így jött. A műalkotás a lélek tápláléka. Pont. Abban a pillanatban rám tört a sírás, olyan fokú, hogy rázott, mert tudtam, hogy itt ezt a mondatot kimondom, ezzel elkezdem, és tudom gombolítani a többit, és innentől kezdve minden tudtam, megvonodva, adásba kerültem. A gyönyörű zenét abba hagyták, mondták, hogy Balczó úr, tessék, nyissa meg a kiállítást. Felálltam, és azt mondtam, hogy a műalkotás a lélek tápláléka. A művészurak, akik jöttek be előtte, az kiállítás megnyitása előtt, azok így néztek rám, így oldalt, hogy na Balczókám, hát te azt hiszed, hogy a babis hús, hogy te ehhez is értesz. Na ne, ez a mi pályánk. És ilyen ember volt több, de az egyik különösen ilyen nagy megvetéssel nézett, és igazat adtam neki. De ezután jött ez a mondat, hogy a műalkotás a lélek tápláléka. Mondtam, felépült, nem én építettem fel a megnyitásomat. Jöttek a jó gondolatok. És láttam, hogy az egyik ilyen nagyon, aki nagyon ilyen lefigymával nézett rám, hogy mit akarok én, a csizma az asztalra hogy kerül. Ez, láttam, hogy ez az ember a sor szélén volt, kapott helyet. A cipőjét így mozgatta, és a cipőnek az orrát nézte. Lehetett látni, hogy ennek valami jár össze, valami ennek nem tetszik. Egy idő után újra visszanéztem rá, láttam, hogy sír. Tudtam, hogy a mondat, hogy a fő mondat, a műalkotás, a lélek tápláléka nem én tőlem jött. Kimentett az utolsó pillanatba, és csak áldani tudom az Istent. Ilyen dolg, ilyesmi sokszor előfordult az életembe, hogy jött a mondat. Édesapám halála, akkor tudomásul vettem, jött egy ember mondani hét, hogy édesapád meghalt. És édesapám teljesen egészséges volt, 55 éves sem volt még, és ebben a, ez a mondat elhangzott, meghalt az édesapád, világos, tiszta, két szó, Isten van, mert addig kétségeim voltak a felől, annak ellenére, hogy evangélikus papnak a fia voltam, kétségeim voltak az Isten léte felől, ami aztán természetes elmúlt, de világos, tiszta két szó, nem én találtam ki, Isten van. Most itt csak aki nem hiszik, hogy van, azoknak mondom, higgyék el, van. Amikor befejezte a sportolói pályafutását, hogy érezte, mi az, ami akkor most a hivatása lehet a továbbiakban? Vártam 12 évig arra, hát ha egy olyan pozícióba kerülök, ahol
haszon van belőlem az öttusa sportban. De 12 év alatt sem jött ez össze, de amikor eldőlt, hogy én úgymond nem kapok olyan állást, ami léptékhelyes tevékenység lett volna, elmentem belovaglónak. Az egy nagyon számomra élvezetes munka volt. Naponta 5 lovat kellett lelovagolnom, a lovakat megtanítani arra, hogy átugorják az akadályt és ne álljanak meg előtte. Jó, kellemes, nagyon szerettem. 6 évig voltam ebben az állásban. 6 év után egy délután otthon ültem, nem csináltam semmit, emlékszem, hol volt a könyvesporc előttem. Ültem ott, és egyszer csak a derű, egy érthetetlen, nagyfokú derű öntötte. Az volt, hogy honnan, mi ez? És valahogyan ott nem jöttek konkrét szavak, de tudtam, hogy nekem a belovaglást abba kell hagyni. És akkor rájöttem, másnap bementem a munkahelyemre, elkértem a munkakönyvemet, nem tudtam, hogy mi lesz velem, de azt tudtam, hogy az Isten másképp döntött a sorsomról, mint azok, akik a válogatást a sportágban, a munkaköröket betöltötték. És éreztem, hogy nekem nem ott van a helyem. És de öröm rögtön érkező, öröm derű, nem az én pályám, és utána nagyon sok helyre eljutottam, meghívtok úgynevezett élménybeszámolóra. Egy olyan 40 év alatt, egy olyan 2000 körül előadást tartottam, hogy hol láttam én a megoldást, az ember életének a megoldását, hol kell keresni és hol nem. És ez nekem lehetőségem volt elmondani, és csodának tartom, hogy az Isten arra használta engem. Tudtam, nekem Jézusra kell mutatni, aki azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Igen, és ez egy olyan élet következett, amit csak mint csodát tudom elmondani. Kaptam szinte ingyen egy telket egy nagyon szép helyen, amit 10 év után eladtam, nagyon sok pénzért, és elkezdtem egy építkezést, mert gyermekeink már voltak, kezdtek lenni gyermekeink, és egy lakótelepi, 56 négyzetméteres lakótelepi lakásban voltunk, és már volt 6 gyerek akkor is, és tudtam, hogy egy házat fel kellene építeni. És ehhez érthetetlen módon minden szükséges kelléket megkaptam. Olyan erőm volt dolgozni, hogy azt el nem tudom mondani, és öröm a munka. Az asztalos munka iránt mindig éreztem vonzódást. Röngbe hoztak oda fát, és én azt feldolgoztam, és ajtók lettek belőle, és bútorok lettek belőle. Ezt évekig csináltam, ezt az építkezést, és hát bizony, hál' Istennek volt szükség a 10 szobára, vagy 12 szobára egy idő után, a gyermekek szaporodtán látva a szaporulatot. Igen, mert a 6 gyerek után még 6 gyerek született, úgyhogy összesen 12 gyermekük van. Igen, 6 fiú, 6 lány, így alakult. És csak áldom az Istent, hogy az, hogy én ide jöttem megszólalni, tudom, hogy nagyon nagy felelősség. És hogy itt el kell mondjam, amit nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam azt, hogy hol lehet megtalálni azt az állapotot, amire mindig vágyódunk, de nem tudjuk, hogy milyen, csak akkor tudjuk meg, amikor belekerültünk. És hát áldom az Istent, hogy meg egy ilyen, hogy mondjam, törvényszerűség tisztult le bennem,
vágyakozni valami, vagy valaki után vágyakozni, cél érdekében mindent megtenni, lemondani és nyerni. Ez a négy. Az a nagyon fontos, hogy a lemondani esemény az nem hagyható ki. És ez mindig a krízis, amikor megszületik az emberben az őszinte lemondás a vágyott célról. Megtörtént, akkor van lehetőség kerülni ebbe az állapotba. Mindent megtenni és lemondani. Ez érdekes, hogy ki kell tűzni valami célt, és utána pedig tudni kell elengedni, hogy mégsem akarom minden áron görcsösen ezt a célt elérni. Igen, de ez az elérkezett a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy megértettem, Uram, ha nem, hát nem. Azt mondta, hogy ezért a cél elérésért mindent megtenni, és szinte magam előtt láttam, amikor elmesélte, hogy belovaglóként arra tanította a lovakat, hogy ne álljanak meg az akadály előtt, hanem ugorják át. Egy kicsit hasonlót kell az embernek is tennie, hogy saját magát arra tanítani, hogy ne álljon meg az akadályok előtt, hanem valamilyen módon jusson át rajtuk. Hát lehet így is fogalmazni, de a feladás, a béke megérkezése, amikor az ember csak azt mondtam, hogy a belátás, ez a kulcsszó, Adit igézem, azt mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. De ez kegyelem, hogy az a sok helyzet, amikor így egyszer csak, ugye ön is átérezte azt, hogy most mit mond az Isten, hogy azt a nagy békességet, amit ő ad. Ez kegyelem. Hát az bizony. Tehát egy kicsit ott szoktunk bajba lenni, hogy várjuk a kegyelmet, hogy egyszer csak jöjjön, de az előbb azt is mondta, hogy tenni is kell. Tehát, hogy hol van az a, mi az, amit az ember tehet, és mi az, ami már nem rajta múlik? Hát van egy erkölcsi rend, azt tartani kell például, hogy más nem mondjak. Ami most a világban van, az isteni rend felrugása, szétszaggatása, és hát nincs, Jézust nem lehet megkerülni, és én szerintem nem lesz béke a világon, mindaddig, ameddig a nagy kohézióval rendelkező zsidó nép nem fogadja el Jézust messiásnak. A zsidóknak megígért messiásnak, ameddig nem fogadják el Jézust, addig a világon béke nem lesz. Van egy szó, amit fölírtam magamnak, hogy megkérdezzem. Minden ember életében elkerülhetetlen a szenvedés. Ön hogyan viszonyult a szenvedéshez, amit az életében tapasztalt? Önként vállalt tevékenység okán végélt szenvedés az elengedhetetlen. Valaki nálam nagyobb, vagy egy nagy koponya mondta, hogy ha a szeretetből
kivonjuk a szenvedést, nem marad utána semmi. Tehát ameddig a szeret, ha a szeretetből kivonjuk a szenvedést, akkor nem maradott semmi. És hát lehet mondani, hogy sportolás közben az embernek vannak szenvedései. Ezek önként vállalt szenvedések. És azok tisztítanak. És azok a szenvedések, amik egyszer csak rátörnek az emberre, például valami gyász, veszteség, munkaelvesztése, nem tudom én, a hitel bedőlése, súlyos betegség, az nem olyan szenvedés, amit mi magunk vállalunk, hanem egyszer csak ott van az életünkben. Igen. Én mindig gondolkozok azon, hogy van ilyen, hogy szép halál. Létezik ilyen, sok példa van rá. Hát én 82 éves leszek, még egy hónap vagy mennyi, és én ne készüljek arra, hogy számonkérésre kerülök én is. Nem. Elcsodálkozok az, hogy én 82 éves, nem, kérve, elírás van, nem semmi. Hát például 82 leszek. Augusztus 16-a a születésnapja. Egy hónap, szűk hónap. És a 82-et magam mögött hagyom. De áldom az Istent, hogy ilyen életet adott, és mindig ez van bennem, hogy úgy velem leszel. Lehet készülni valahogy a halálra, az átlépésre, az örök életbe? Mert az ember az egész életével van módja készülni a halálra, de arról szó sincs, hogy ez bánatnak a forrása legyen. Hát mindjárt meg fogunk halni, hogy mikor és hogyan, nem a mi dolgunk. Az a fontos, hogy életünk során tisztában legyünk, hogy Jézus előtt kell majd megállnunk. És ez átjárja a életünknek a döntéseit, eseményeit, akkor jól járunk. Mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, aki utánam jön, nem járhat sötétségbe, és övé lesz az élet világossága. Amikor ott áll majd Jézus előtt, akkor mi az, amit leginkább meg fog neki köszönni az életéből? Fogós kérdés. Nem tudom. Amiért leginkább hálaadás van most a szívében, igen, ha visszatekint az ezen mostantól kezdve sokat fog gondolkodni, és ha megvan, akkor kegyedet telefonon felhívom. Köszönöm. Megvan, de egyelőre nincs meg. Például a nagy család az ilyen örömteli dolog lehet. Én úgy gondolom, nekem nem ennyire nagy a családom, de az valami nagyszerű dolog lehet. Sok gyerekkel, sok unokával együtt lenni. Ebben most része van, hiszen unokák is vannak most már. Igen, van 14. Tegnap előtt született a 14. Igen. Hát ajándék. Az, hogy nekünk a feleségem 12 gyermekünk legyen, hát ez hihetetlen számomra, hogy létezik az, hogy a mai világban ennyi ilyen mérvű gyermekáldás boldogít bennünket. Ha fiatalok néznek bennünket, akkor az ő számukra
mit mondana? Mi az, ami igazán fontos az életben? Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden magadatok nektek. Tehát sorrend keresni az ő igazságát. Ha megvan, akkor utána már minden megkönnyebbedik. Gondjaim, vagy hogy mondjam, megoldatlanságnak tűnő dolgaim, se jobb, se rosszabb nem vagyok az átlag embernél. Nem tartom magamnak senkinél se jobbnak. De hogy az Isten rám sokat fordított, azt tudom, hogy sokat kaptam. Ingyen kegyelemből. Azt tudom, az, hogy én beszéltek, és Jézusra mutathatok, hát az is már egy csoda. Én, senki tulajdonképpen, én az Isten kegyeltjének érzem magam, mint hogyha kivételezne velem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Balczó Andrásnak, a Nemzet sportolójának, öttusázónak. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és nagyon köszönöm önöknek a figyelmet. Jövő vasárnap is várom önöket. Viszontlátásra!